Szervusztok, Angelika Habpatron vagyok, és ez pedig a saját csatornám. Ebben a videóban divatbemutatót fogok nektek tartani, apropója pedig a június 8-ai Magyarországi Túlfogyasztás napja. Ez az időpont azt jelenti, hogy eddigre az évben már annyit fogyasztottunk, amit már nem tudunk újra termelni, és ezt már el kell venni, ez már szennyezi a környezetet. Fashion Fresh fast food fogok nektek elkészíteni. Ezek az én saját kollekcióim, amik mind second hand ruhákból, tárgyakból állítottam össze nektek. Ezt a szettet triatlonozáshoz találtam ki, áll a biciklizésből, a futásból és az úszásból. Mindent beépítettem, ne kelljen az, hogy na most akkor még hazamegyek a bicikliére, a BKV-val vagy a távolsági busszal, mert olyan messzire elúsztál. A domináns színei az csak a zöld, hogy beleolvadjunk az erdei környezetbe, kis zöld futónövénynek gondoljanak minket. Van rajta egy visszapillantó tükör, nem látok bele, de így már belelátok, ha oldalra, vagy megkéred a mögötted levőt, hogy mit lát. Ezt a kis sámlit lehet használni váltófutásnál is, nem a következőnek adják oda, hanem aki érkezik, mert akkor az már ugye elfáradt és le tud ráülni. Szettnek az elemeit képezi ez a zöld mackó felső, amit vásároltam az interneten a Jófogáson. Ezt a cipőt is érdemes megfigyelni. Ez egy rikító zöld, mert hogyha futsz az erdőbe, akkor lásd, hogy hova lépsz, és akkor látod, hogy egyik lábad itt, a másik ott. Nagyon sok kárt okoz, amiből az ruhákat csinálják, mondjuk ez gyapotból van, ez gyapotból van. Például az Araltó Üzbegisztánba elvezettették az összes folyót be a gyapot földekre, ami az Araltót táplálta, és így eltűnt. De itt is, hogyha a Balatonnal ugyanezt megcsinálnak, hogy a siót, már nem az ivólét, hanem a folyót bevezetnék a gyapot földekre, akkor ugyanúgy a Balaton is kiszáradna. Mondjuk itthon nem terem meg a gyapot, de csinálunk mi más kárt is. Az Angelika Habpatron kollekcióm következő szentje, féloldalas, srendrihány, mégis nagyon elegáns, alkalmi kreáció, ezzel a morzsaporszívóval, ami szintén a szettnek a része. Felveszi az ember az ünneplő ruháját, és egyből vagy leeszi, vagy leporolja, vagy valamit cica rámászik. Akkor csak így egyszerűen le tudod porolni magadról a por. Ezt a hajpántot ezzel a mosogató, vagyis ilyen fémdrót mosogató tűzhelytisztító szivacsból készítettem, hogy harmonizáljon ezzel az alapvetően fémes, párducos, vasmacskás szettel. Ezt például egy second hand vásároltam, 3-4 számmal nagyobb, mint tudjuk, nem a méret a lényeg. Az elegáns szetteknek a kiegészítőit gyakran árulják egy kis külön kis tasakba, hogy megóvják. Ezt a tasakot simán csak belegyűröd a kulacsretikülbe, és már kész is van. És hogyha kijötti a színházból, akkor egyszerűen csak kitekered gyorsan, és ezt a gyönyörű alkalmizét beteszed ebbe, de akár így is hordhatod. Régen az emberek 200-szor felvettek egy ruhát, de manapság már akár 50-szer se veszik fel. Nekem például van olyan ruhám, amit egyszer se vettem fel, anyukám vette. Tudod, anyu, azt a hímzett pulóvert. Ruhák, azok sokkal többet utaznak, mint mi magunk. Indiában megvallják, onnan elküldik Európába, hogyha nem kell nekünk, akkor meg elküldik Afrikába. Afrikából meg megy az égetőbe, mert azért annyi göncöt nem tudnak felvenni, mert Afrikában nagyon meleg van. Beviszed a second handbe, hogyha már neked nem kell, és akkor is sokkal többször tudják újra felvenni, mert nem a ruha veszi fel az ember. A harmadik kollekcióm része szett, nyári kis esőszettet készítettem. A kis táska is szemetes kukából áll, belerejtettem hóláncot, akár egy kis nyári záporból hirtelen egy havazás lehet. Ennek az esőszettnek a része, ez a gyönyörű állólámpa esernyő, csak így viszed magaddal, könnyedén, megállsz egy buszmegállóba, felcsapod rá az ernyőt, és hogyha megérkezett a busz, és esik már a hó, akkor csak rá kell szerelni.
Ennek a szetnek ugye ez a cápa a fő motivuma, ami egy esőkabátként használható. Az is lehet, hogy az eső még hevesebbre fordul, akkor egyszerűen csak lekapod magadról ezt a cápát, ráülsz a hátára, és elcsónakázol az árvízbe. Készítettem egy külön laptop tartót, hogyha buszmegállóba várakozás közben rád jönne a dolgozás. Ezt ide be tudod csiptetni, ez is kék színű, ide a cápámnak a fogóckodójára. Érdemes akkor rátenned a cápára, amikor még nincs rajtad, mert utána már nem tudod. Ezeket a kiegészítőket meg tudod vásárolni a Jófogáson, és ott könnyen rájuk tudsz akár bukkanni, mert én is fel fogom tenni az egyik ilyen ott kotül darabomat. Készítsetek ti is otthon second hand fashion fast haute couture-okat, küldjétek el nekem a Facebook csatornámra, amelyik a legötletesebb lesz. A közök közül ki fogok neki sorsolni egy Angelica Hub Patron nyakkendőt. Iratkozzatok fel a csatornámra, és legyetek tagok! Sziasztok!